Az Őrjeg-Szőlőhegyi Naturpark egyetlen városa Hajós, amelynek 3300 lakosa a térség egyik legszebb építészeti remek művét tudhatja magáinak. Először is hol vagyunk most, és mit kell tudnunk erről a kastélyról? Hajóson vagyunk a barokk kastélyban. Ezt a barokk kastélyt, vagy ahogy a hajósiak mondják, a vadász kastélyt. 1740-ben Patacsics Gábor kalocsai érsek építette. Azzal a szándékkal, hogy a főúri vendégeit vendégül lássa, hiszen itt a kastélyt övező területeken, Hajóson nagyon nagy vadas kert volt, vadban gazdag volt a vidék. Egy ideig ő itt is lakott, sőt élete utolsó 5 évét itt töltötte ebben a hajósi kastélyban. És nagyon sokan használták a későbbiekben is hasonló célokra. Természetesen a történelem viharai ezen az épületen is meglátszottak. Államosításra került, hogy csak a legutóbbi időszak történéseit említsem, és állami gondozottak kerültek ebbe az épületbe. Elérkezett az az idő, amikor az állami gondozottak lakóotthonos házakba kerültek, és a Bács-Kiskun megyei önkormányzat a gondjaiba vette ezt az állami tulajdonban lévő épületet, és Európai Uniós pályázati forrásból felújította, restaurálta, és ebben a felújított állapotában 2010-ben került átadásra, úgy, ahogy most is láthatjuk. 2013. január 1-től pedig a Hajósi Városi Önkormányzat tartja fenn ezt az épületet múzeumként. Mutatjuk be a hozzánk érkezőknek. És kiket céloz meg ez a kiállítás? Ez a kiállítás, amit most a hozzánk érkezők láthatnak, a látogatók láthatnak, ugye a kastélynak a földszinti termeiben egy állandó vadászati kiállítás van. Ezt az állandó vadászati kiállítást a Bács-Kiskun megyei vadászkamara, illetőleg a Hajósi Vadásztársaság rendezte be a földszinti termekben. Az emeleti termekben pedig továbbra is be tudjuk mutatni a főúri életmód jellemző lakótereit és tárgyi emlékeit. Ezt a vadászati kiállítást a Bács-Kiskun megyei vadászkamara, illetőleg a Hajósi Vadásztársaság nyilvánvalóan a tavalyi Egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás tiszteletére rendezte be, és tudni kell azt is, hogy ez a vadászati kiállítás Bács-Kiskun megye egyetlen állandó vadászati kiállítása. Én nagyon örültem, amikor engem a megyei vadászkamara megkeresett azzal a kéréssel, hogy szeretnének itt a kastélyban egy állandó vadászati kiállítást berendezni, hiszen ennek a kastélynak valahol az eredeti célja is ez volt, és nagyon szívesen teret adunk ennek. Többnyire Magyarországon túlnyomó részben angol parkokat látunk a kastélyok területén, ez azonban francia. Igen, ez a hajósi kastélyhoz tartozó barokk kert, ez be is került természetesen elsőként a helyi látványosságok és helyi értékek tárába, rögtön a kastély felújítását követően, és most már a Bács-Kiskun megyei értéktárban is szerepel, külön a kastély épülete és külön ez a barokk kert. Igyekszünk megőrizni és fenntartani ezt a szépséget. Minden évszakban, minden hónapban más-más látványosságot nyújt a kert. Most ez a lugas, ahol ülünk, még látható, hogy a közelmúltban elvirágzott lila akác fürtjei még itt-ott megmutatkoznak, de később a rózsák nyílnak ki, és minden évben csodálatos, nem is beszélek az őszi színpompáról, amit ez a kert nyújt. Erdő Ernő bácsi meséi. Hogyan lehet lefesteni a természetet? Ha úgy érzed, megérint az erdők hangulata, szívesen rajzolsz, és nem elégszel meg a még oly gyönyörű fotókkal sem, neked festőnek kell lenned.
A természet megfestése nagyon nehéz. Egy képben kell összpontosítani gondolatokat, érzéseket, és visszaadni a természet szépségét. Festőként magadat is beleviheted az alkotásaidba. Beszélhetsz a képeiddel. Ne habozz, ha el akarod mondani a kimondhatatlant. Csak fess! Egy festőművész igyekszik a szuverén látásmódja segítségével az önkifejezésre, az őt körülvevő környezet és az átélt élmények megjelenítésére, amelyet végül az érdeklődő tekintete elé tár. Nyilvánvalóan a precíz alkotó tevékenység alapjául szolgál a magas színvonalú tudás és az elsajátított festészeti technika. Járjuk tehát körbe az idei országos vadásznapon kiállított alkotásokat. Azokat a képeimet hoztam el, amik a legfrissebbek, amiket az utóbbi időben készítettem. Újabb kísérletek vannak most a papíron, ezeket lehet megtekinteni. Az a legjobb, amikor számomra teljesen ismeretlen ember megáll egy kép előtt, és ott ácsorog, kerül egyet, és megint visszamegy, nem szól egy árva szót sem, és utána én megyek oda hozzá, megkérdezem, hogy tudok esetleg valamiben segíteni, vagy egyáltalán mit gondol az egészről, és akkor azt mondja, hát ez csodálatos, meg volt rá precedens, hogy hát ő most ezt elvinné, megvenné, akármennyibe kerül, de most pillanatnyilag házfelújításban áll, és anyagilag nem engedheti meg magának. Tehát az, amikor olyan emberek állnak meg a képek előtt, akik még nem találkoztak az alkotásaimmal, és azt mondják, hogy hú, ez igen, az azt igazolja, hogy nem hiába dolgozom, nem véletlen örömömet lelem benne, időnként azért nyilván kilódok, meg szenvedek, de ez az igazi visszajelzés arra, hogy na, érdemes csinálni. Nagyon fontos az, hogy amit ábrázolunk, az ahhoz kapcsolódóan mindenféleképpen legyen valami élményünk, hogy átérezzük azt, amit nyújtani szeretnénk, és ugye ez megérintse a közönséget is. Szeretem egy kicsit elvonatkoztatni az állatokat, szeretek egy kicsit plusz dolgokat hozzáadni, egy kis érzést, lelkivilágot beletenni, amit igazából én érzek ezekkel az állatokkal kapcsolatban, és szerencsére a visszajelzésekből általában kiderül, hogy érzi ezt a közönség, látják. Emögött nagyon-nagyon sok kintlét van, mert olyan helyen lakom, hogy estefele nekem ez a drog, hogy kimenjek a területre. És lehet, hogy csak egy verebet fogok látni, vagy egy mezeinyulat, mert azért az is van környékünkön, de lehet, hogy éppen a bikáknak a verekedését tudom pár percig, vagy pillanatig nézni, vagy csak hallom az agancsoknak a csattogását, de lehet, hogy később, egy másik pillanatban, meg napsütésben, világosban, az erdő szélén ott fognak előttem verekedni. Ha az ember nap mint nap találkozik ezekkel az állatokkal, akkor elég jól föl tud töltődni, minden porcikájukat látom, megismerem az évszakokhoz kapcsolódóan, ahogy változik a testük, a felnövekedésüket is végig tudtam kísérni, és hát ez mind-mind, ez az összes tapasztalat beépül abba, amit később a képre ráfestek.
A vadgazdálkodásban a hivatásos vadász és a vadgazdálkodó szakember tudatosan látja el a vadat. Az idei rendkívüli év egyértelműen erről szólt, hiszen a tartós szárazság kihívások és feladatok elé állította a vadgazdálkodókat. Nézzük meg, a vadállomány hogyan vészelte át ezt az aszályos időszakot. Feladat, kihívás, nehézség nyilvánvalóan, és egy kicsit egy részben olyan, mint a természet általában, hogy nehéz vele mit tenni, alkalmazkodni kell. Elkezdtük a kiszáradt dagonyákat jobban kimerni, kimélyíteni, ezeket a tavacskákat, amelyek a később a vizet megfogják, szintén kimerni mélyebbre, hogy több vizet tudjanak megfogni, mert ugye látjuk évek óta, hogy egyszerre nagyon mennyiségű csapadék jön, és azt pedig ilyen vízvisszatartással lehet a helyszínen biztosítani, és ezzel egy kicsit visszatölteni a talaj vízszintjét is, és az állatoknak, a vadnak a vízszerzési lehetőséget biztosítani. Úgyhogy mindezeket megtettük. Nem csak a vad elejtéséről, a vadászatról szól az egész tevékenységünk, hanem a vad védelméről, gondozásáról is szól, és most azt hiszem ez az időszak következett el. Ez a szárazság, ez a vadat ugyanúgy, mint az embert is kihívások elé állították, és ezt maguktól, önmaguktól nem biztos, hogy meg tudták mindenhol oldani. A területek jelentős része szárazsággal küldött, vízhiánnyal küldött, patakok száradtak ki, tavak szűntek meg, és a vad mozgása az bizonyos mértékig azért korlátozott. Van, amelyik nagyon tartja a helyét, például az őz, az apró vad szinte egy helyben mozog. Még a szarvas az, amelyik jobban vándorol, de az is csak pár kilométereken keresztül. Vagy ha meg azt szerettük volna elérni, hogy menjen el máshová, akkor nem törődünk vele, de hát nem erről szól az élet, pont az ellenkezőről. Ezért a hivatásosoknak, a vadgazdálkodóknak, a tagoknak így most oda kellett tenniük magát tényleg. Hogyha azt kell mondanom, hogy naponta lajtkocsikkal hordtuk a vizet, és 30-50 köbméterek kerültek ki egy-egy itatóhelyre, egy-egy dagonyára, vagy számtalan mesterséges dagonyát készítettek a vadgazdálkodók, agyaggal bélelték ki az árkokat, hogy a víz megtartó képesség megmaradjon. Az apró vadok esetében tócsákat alakítottak ki az itatóhelyek megőrzése érdekében. Még nyáron is lédust takarmányok kerültek ki a területre etetés szempontjából, hogy az utánpótlást lehessen biztosítani, hiszen még pára sem volt, hiszen még a harmad sem volt hajnalban, hogy valamilyen formában hozzájusson a nedvességhez a vad, és ezt mind-mind mesterséges úton kellett pótolni. Óriási költségekkel jártak, de tudtuk. Vállaltuk, hiszen ez most nem arról szól, ez az év, hogy valaki gyarapodjon, nem arról szól, hogy halmozza az anyagi vagyont, esetleg egy vadászati bevétel, hanem vissza kell forgatni. Lehet, hogy az elmúlt évek több bevételét vissza kell forgatni. És jól látta meg a kamara is a vadgazdálkodási alapban, mikor olyan pályázati lehetőséget írt ki, mint lajtkocsi vásárlás például, vagy mesterséges dagonyák előállítása, vagy több ilyen víz megtartó képesség előállítására ad alapot a vadgazdálkodási alapunk, amire pályázhatnak a vadgazdálkodók, és úgy gondolom, hogy ezzel a kamara is érezte, hogy ebben neki sokat kell tennie. Mai kalandozásunk helyszíne a Bockereki erdő Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. Vadfilmes kollégánk természetesen a terület nagy vadjainak kedvéért, azon belül is a dámszarvasok nagy őszi akciója a barcogás megfigyelésére érkezett. A Bockereki erdő október elején csak úgy visszhangzik a mély röfögésre emlékeztető barcogó hangoktól. Thank you.
Ezúttal különös misztikumot adott az a tény is, hogy reggel még tisztességes talajmenti köd borította a tájat. Az ősz első heteinek hangulata hamisítatlanul tükrözte tehát az évszakot. A Bockereki erdő dámszarvas állománya felettébb tekintélyes. Ennél fogva a dámtehenek kellő, hogy így mondjuk férfi választékból dönthették el, melyik daliára bízzák a következő dámgenerációt. Vadfilmes kollégánk igyekezett rögzíteni a ködből kikandikáló dámlapátok megejtően gyönyörű ellenfényes látványát. Átérezhetjük a faágak közötti átlesések izgalmas képkomponálását, a bajvívó dámok jószögből történő megörökítését. Még pár hét a barcogás, aztán elülnek a dámok párválasztásának jellegzetes hangjai, hogy helyüket egyre inkább a halk neszek, a hulló levelek, majd előbb-utóbb az első hó finoman szitáló halk zizegése váltsa fel. Addig persze még van időnk. Tartsanak velünk a következő erdei valóságsó pillanataira is, egy hét múlva. Kedves nézőim, a mai adásunkban egy hortobágyi bivaj felcsát fogok önöknek készíteni. Az első lépésként fogom a bivaj húst, borsozom, sózom mind a két oldalát, sertészsírt teszek bele a serpenyőmbe. Egy kicsit elősütöm, közben elkezdem hozzávágni az alapanyagokat. Füstölt szalonnát kockára vágok, amit majd zsírjára fogok olvasztani, és ebben a zsíradékban meg fogom pirítani a vöröshagymát. Lényegében egy pörkölt alapot fogok elkészíteni. Amint kiolvad a zsíradékon, elősütöm a felsávat, a bivajhúst. Annak idején a Hortobágyon rengeteg vízi bivaj volt, magyar vízi bivaj. Ez egy nagyon értékes állat volt, nagyon nyugodt volt, de ha megvadult, akkor aztán nem lehetett vele bírni, az idegroncsként repült tovább, hajtotta magát. Dolgozni nagy munkabírású, a teje egy kicsit zsírosabb, erősebb tartalmal van, mint a tehéntejnek, de nagyon finom húsa van. Színe általában mindig fekete, gyönyörű szép színei vannak. Nem csak mi vagyunk a magyarok a nagy bivaj tartók, hanem Olaszországban is vannak nagy bivajfarmok, de főleg mi nálunk fontos a bivajnak a megmentése. A magyar génállomány, a magyar vízi bivaj. Azt tudni kell, hogy a Hortobágy. A Hortobágy egy nagy terület, ahol megtalálható a 9 lukú híd, és annak a kis testvére a Zádor híd, az Karcagon van, ott csak 6 hattyúk van, ez kint van a pusztában. A Nemzeti Parkban értékmegmentéssel is foglalkoznak, ezáltal nagyon sok olyan védett állat van, védett növény, amely a magyar értéktárat növeli.
elősütöttem a bivajhúsomat, hozzáteszem a füstölt szalonnakockákat, elkezdem zsírjára olvasztani, majd hozzáadom a vörös hagymát, pirítom, lényegében egy pörkölt alapot fogok ezzel képezni. Majd későbbiekben, amikor megpárolódott a bivajhúsunk, nagyobb kockára vágott paprikát és paradicsomot fogunk a végén beletenni, de addig közben én fölvágom, hogy haladjunk. Hozzáteszem színes paprikám. Adok hozzá egy kis alaplevet. Teszek hozzá egy pici borsot. Ha valaki nem akar borsot, csak inkább erős paprikával akarja elkészíteni, nyugodtan elő lehet, azt is lehet hozzáadni, el nem fogja adni. És most jön a só. Kérem a nézőket, hogy óvatosan sózzanak. Inkább kóstolják meg előtte, mert mint tudjuk, a füstölt szalonna eléggé só szokott lenni. Nehogy elvigye más irányba a ízeket, rossz irányba, kellemetlen. Inkább óvatosan, többször sózzuk, mint hogy rossz ízt fogjunk kihozni belőle. Mikor megvan a pörkölt alapunk, visszahelyezem a pörkölt alapba a felsálunkat, adok hozzá alaplevet, és szépen elkezdem párolni. Felvágtam a paprikát, paradicsomot ilyen nagyobb darabkákra. Lassan készül a grízgombócunk, a körete. Pontosan ezért hortobágyi köret határozza meg ennél az ételnél. Szépen itt párolódik. Hozzáadom a paprikát, paradicsomot. Lehet gazdagon adni hozzá. Hogyha valaki úgy gondolja, akkor egy pici zöld hegyes paprikát is nyugodtan belekarikázhat, el nem fogja rontani az ételt, csak egy kicsit bikásítva lesz, erősítve lesz az ételünk. Jön a befejező része, petrezselyemzöld, gazdagon. Kedves nézőim, ezt a receptemet is próbálják ki otthon. Mindenkinek jó étvágyat kívánok, és legyen további szép napjunk!